Sziasztok srácok, én Viccelek vagyok, és a mai videóban egy kicsit át fogjuk építeni ezt a szobát. Igazából az a történet maga, hogy szerettem volna egy újfajta hátteret kialakítani magam mögé, úgyhogy ebben a videóban ezt a kanapét fogjuk összekraftolni. Lesz nekem egy segítő társam is, akit itt láthattok, és igazából vele próbáljuk meg ezt most összerakni. Azért reménykedem, hogy sikerülni fog, elvégre még nem raktam össze kanapét így egymagam, de minden esetre biztosra menjünk, nyomjatok egy lájkot, és akkor 100%-os sikerülni fog. Úgyhogy akkor kezdjük is azzal, hogy megkeressük az egyes dobozt. 4-es, 2-es, ez a 3-as, ez pedig itt az 1-es. Tehát akkor ezzel kell kezdeni. Mint láthatjátok, itt egy kicsit átrendeztem a hátteret, most már sokkal jobban itt elférünk, úgyhogy akkor kezdjük is az unboxingot. Látjátok, mi van itt? Nem szabad késsel nyitni. Már is nagyon szeretem ezt a kést. Aha. Na most ez vajon mi lehet? Ez üres. 2-es csomag. A jó hír az, hogy sikerült ezt most jó oldalon kinyitni, a rossz pedig az, hogy nem tudom ezt most hova is rakjam. Ja, és egyébként vannak benne párnák. Na srácok, rájöttem, hogy hogy lesznek itt elrendezve a dolgok, viszont eddig még nem kaptuk meg a csavarokat, úgyhogy bontsuk is a harmadikat. Tehát eddig ugye volt nekünk az egyes dobozba ez és a másik valószínűleg karfa. A kettes dobozban megkaptuk ezt a sarkos, kifordulós, ülős részt. Kaptunk egy párnát és egy matracot is. Tényleg egyébként még nem is mondtam, milyen lesz maga ez az egész. Szóval, hogyha elég ügyesek vagyunk, akkor pontosan így fog kinézni. Minden esetre akkor harmadik doboz. Melyik oldalán nyissuk mi ezt ki? Tehát két dolgot tudtunk most meg. Ebben lesz a nagy matracunk, és csavarok még mindig nincsenek. Egyébként akár ezt is fel lehetne használni valamire. Nos, tehát gyűlnek már itt a dolgok, csavarok még mindig nincsenek, ő pedig csak itt nézi a történéseket. Két lehetőség van. Vagy ebben a negyedik dobozban lesznek a csavarok, vagy nincsenek. Tehát akkor úgy néz ki, hogy ez a doboz az én utolsó reményem. Lássuk, benne vannak-e a csavarok. Na, azt hiszem, itt nekem már jónak is tűnik ez a dolog. Na, srácok, kisebb helyzetjelentés. Ezt nézzétek. Könyv, csavarok. Na hát akkor most fog jönni a mérnöki része. Erre vagyok igazából kíváncsi. Jó, tehát láthatjuk, hogy milyen csavarokat és eszközöket kapunk. És itt pedig képekkel láthatjuk azt, hogy hogyan is kell ezt összeszerelni. Hú, hát azért amikor 23 oldalas, valami elborult. Amikor 23 oldalas az összeszerelési útmutató, akkor valami azt súgja, hogy nem lesz egyszerű dolgom. Ja, nem, megvan, értem. Igazából kétféleképpen is össze lehet szerelni, lehet ugye ott is a sarok része, vagy ott is lehet a sarok része, és ezért kétféleképpen is megmutatják nekünk. Tehát lényegében csak 13 oldalas ez az egész dolog, de azért így sem tűnik annyira könnyűnek. Először akkor nézzük is a szerszámokat és a csavarokat. Azt figyeljétek, mint hogy a gránátok sorakoznának benne. Ezek lesznek egyébként majd a lábai ennek az egész dolognak. Csavarok és egy Nimbus kulcs, és igazából ennyi. Na de akkor most jön az igazi varázslat. Jó, tehát jelen állás szerint ez itt nekünk mind útban van, úgyhogy ezeket kell nekünk most kicsit eltolni, aztán pedig kezdődhet is a kraftolás, vagyis a szerelés. Jó, ezt tesszük a földre, ezt még felállítjuk és rátesszük. Oké, ez így most egész jónak tűnik. Hoztam egyébként egy kis csavarhúzót, ezzel fogom megnézni, mikor van lyukon ez az egész dolog. Úgyhogy akkor próbáljuk is meg itt összeilleszteni ezt a két lyukat. Egy megvan, és mindkettő megvan. Első lépés kész. Most pedig egy kartámla jön. Jöhet megint a csavarozás. 1, 2. Azt hiszem ez így megvan, jöhetnek is a lábak. Első gránát, második gránát, harmadik gránát. Igazából ez most nem látszik, de ezt most mindössze csak kézzel kell betekerni.
Ja, és egyébként azért ég ki a felvétlen így a bőröm, mivel ugye itt van mellettem a lámpám. Kell ugyebár a fény, csak hát most túl közel vagyok hozzá, úgyhogy emiatt van ez. Úgyhogy akkor a harmadik lépés is kész. Úgyhogy most letesszük ezt a részét a földre, és rátesszük az előső részét. Úgyhogy akkor újabb csavarozás. Negyedik lépés már meg is van, jöhet a másik kartámra. Ötödik lépés is megvan. A lábak jönnek. 1, 2, 3 és 4. Hatodik lépés is kész. Úgyhogy már csak össze kell rakni a két elemet. Először is ezt meg kell fordítanunk. Oké, és itt van akkor ez a két elem. Most már csak 3 csavarra meg kell őket támogatni. Ez megvan, most pedig állítsuk fel. Srácok, már mindjárt kész is vagyunk. 1 gránát, 2 gránát. Igazából a lábokat már be is csavaroztam, ez egyébként most nem látszott a videóban, de hát szerintem ez úgy sem volt annyira izgalmas. Már csak 2 darab kötelet kell becsavarozni, és azt hiszem, hogy kész is lesz. Talán ugye a fehér papírnál jobban látjátok, ugye ez van a két oldalán, ezt kell még hozzácsavarozni magához a főelemhez, majd pedig betoljuk magát ezt az ülőelemet, és már kész is vagyunk. Csavar, csavar, csavar. Másik oldal. Csavar, csavar, csavar. Na hát akkor én betekertem azt a két tartót is, úgyhogy ezt már csak rá kell tolni, és kész is vagyunk. Az utolsó lépés, srácok, nagyon-nagyon izgatott vagyok, toljuk akkor össze. És hát srácok, mint láthatjátok, kész is van igazából az egész. Egyébként egy kis plusz extra, hogy pár mozdulat ezt át lehet alakítani ágyá is, úgyhogy akkor próbáljuk is ki. Ezt kihúzzuk, majd pedig ezt ráhajtjuk, és kész is. Itt vannak egyébként rajta a párnák is. Sajnos egyébként ez most a videóban nem fog túlságosan jól átjönni. Sötét is van, alap is webkamerával veszem ezt most, úgyhogy ez most annyira nem fog látszani. De egyébként eszméletlenül jól néz ki, tényleg nekem nagyon tetszik ez az alvós megoldás is. Hát tényleg csak pár mozdulat és egy kétszemélyes ágyát lehet ezt alakítani. Úgyhogy nagyon király. Egyszerűen fantasztikus. Egyébként a kamera sokkal közelebb beszélnél, tehát sokkal jobban fog majd látszani ez az egész dolog. Egyelőre ez a videó most csak az összeszerelésről szólt. Úgyhogy srácok, lányok, összességében így néz ki a kanapé. Én egyébként nagyon-nagyon meg vagyok elégedve. És egyébként végül sikerült összerakni életem első kanapéját. Azért milyen király már? Egyébként nem sokára majd még lesz egy külön videó, ahol még a háttéren fogunk dolgozni egy kicsit. Minden esetre ez most még titok, hogy mi lesz abban a videóban. De egyébként nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy írjátok meg nekem kommentben, hogy szerintetek mi lesz a következő változtatás. Ja, és amúgy még valami. Mint láthatjátok, ismét gyűlnek a termékek a következő online vásárolt dolgokhoz, úgyhogy nem sokára itt lesz már a második rész. Na hát akkor srácok, ez lett volna a mai videó. Remélem egyébként, hogy élveztétek. Én amúgy nagyon jól éreztem magam, miközben ezt összeraktam. Amúgy kb. 2 óráig dolgoztam vele. De a lényeg az, hogy meglett. Úgyhogy srácok, lányok, köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsen nyomni egy lájkot, valami ne felejtsen feliratkozni, ha még nem tetted meg. A leírásban egyébként minden fontosabb dolgot megtaláltok, kövessetek Instagramon, ha még nem tettétek volna meg, valamint, hogy bármilyen kérdésed van, vagy bármilyen megkeresésed lenne, akkor ott van az e-mail címem is. Úgyhogy srácok, akkor legközelebb is találkozunk, addig is még, sziasztok!